Bővülő hálózat, 50 új biztos kezdett gyerekházat létesít a kormány a következő években Magyarországon, hangzott el a gyerekházak országos találkozóján Pusztadoboson. Pótfelvételi, idén 140-en adták be jelentkezésüket a Nyíregyházi Egyetem által meghirdetett képzésekre, közülük 87-en sikerrel jártak. A levegőből ellenőriznek, légiúton deríti fel a parlagfüves területeket a megyei kormányhivatal, a bírság 5 millió forintig terjedhet. 50 új úgynevezett biztos kezdett gyerekházat létesít a kormány a következő években Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A projekt célja, hogy a 3 év alatti hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik minél korábban megkapják azokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyek a fejlődésüket segítik. Jelenleg 112 ilyen intézmény működik, az újakkal együtt számuk 162-re nő, hangzott el a Gyerekházak országos találkozóján kedden Pusztadoboson. Uniós forrásból 2009 óta működnek gyerekházak Magyarországon. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken, nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára olyan szolgáltatásokat biztosítson, amelyek hozzájárulnak későbbi iskolai sikerességükhöz, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az esemény megnyitóján. A gyerekházak egyik fontos sajátossága a szülőkkel, a családdal való együttműködés, kapcsolattartás. A gyerekek lehetőleg az édesanyjukkal vagy édesapjukkal együtt kapják meg a szakemberektől azt a segítséget, amire szükségük lehet. A kormány úgy döntött, hogy a 112 gyermekház mellé 50 újabbat létesít. Ennél nagyobbra, tehát többre van igény. Tehát olyan szinten fölismerték a polgármesterek, hogy ez mennyire jó kezdett egy településen, és mennyire van haszna utána a saját kis közegükben, hogy erre nagyobbra van igény, de egyelőre 50 új gyermekházat fogunk létesíteni. A megnyitón a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a családok támogatása a kormány egyik legsikeresebb programjának bizonyult a 2010 óta eltelt időszakban. Amikor 2010-ben a kormányra került Orbán Viktor vezetésével, akkor olyan társadalmi politikai célokat tűzött ki, mint a foglalkoztatás, segélyhelyett munka, illetve különböző családtámogatási rendszer, mert a mi hitünk szerint a társadalom legkisebb egysége a család. És ezt a családot össze kell tartani, erről a családról gondoskodni kell, a legszegényebbtől, akár a középréteink keresztül adókedvezmény formájában. A szolgáltatások komplexen egymásra épülve gyermekvédelmi rendszeren és szociális törvényen keresztül valósult meg. Pusztadobos az elsők között kapta meg a lehetőséget a gyerekház létesítésére. A szolgáltatás 2009. novemberében indult. Az intézmény egész évben, az év minden munkanapján minimum napi 4 órában várja a gyerekeket és szüleiket. A településen így most már 8. éve, hogy működik a gyerekház, az iskoláskorú gyerekeknél is meglátszik ennek a folyamatnak az eredménye, és tulajdonképpen ez az, amiért működik ez a történet, ez a gyerekház. A megyei közgyűlés alelnöke szerint a korai fejlesztés mellett fontos az is, hogy a családok és a gyerekek otthon érezzék magukat a gyerekházban, és örömmel vegyék igénybe a szolgáltatásokat. Talán a leghangsúlyosabb feladat az a közösségi élménynek a biztosítása már fiatal, már gyerekkorban is, amely aztán véleményeink szerint végig is tudja kísérni majd azt az embert, aki már egy gyerekházból kikerülve lesz aktív tagja a társadalomnak, és ez a közösségi élmény, a közösségben való lehetőség az, ami igazán kiemelendő, és amely azt hiszem, hogy hangsúlyosan kell, hogy szerepeljen a gyerekházaknál. A már működő 112 gyerekházat hazai forrásból támogatja a kormány, az újak létesítésére pedig mintegy 2,5 milliárd forintot rendelnek hozzá fejlesztési forrásokból. A tavainál ugyan kevesebben jelentkeztek, de többen nyertek felvételt a pótfelvételén a Nyíregyházi Egyetemen. Idén 140-en adták be jelentkezésüket az intézmény által meghirdetett képzésekre, közülük 87-en sikerrel jártak. A pótfelvételi során azok jelentkezhettek, akik az általános eljárásban egyetlen egyetemi vagy főiskolai képzésre sem jutottak be, vagy egyáltalán nem jelentkeztek a felsőoktatásba.
Nagy a forgalom a Nyíregyházi Egyetem tanulmányi osztályán, a héten zajlik a beiratkozás. Az idei évben az előzetes számítások szerint több mint 4000 új diák kezdi meg tanulmányait az intézményben. Köztük az a 87 hallgató is, akik a pótfelvételi eljárás során kerültek be valamelyik képzésre. 2017-ben kevesebben jelentkeztek ebben az eljárásban, viszont többen nyertek felvételt, mint tavaly. Itt ez azért magától értetődik, hogy most nem a nappali tagozatos hallgatói létszám növekedett ezzel, hanem főként a levelezős eljárásban a márok levéllel rendelkezők szeretnének még tovább tanulni. Tehát itt az főleg az alapképzési szakra jelentkezői létszámokat tudtuk növelni. Gondolok itt a gazdálkodás és menedzsment, sportszervezés alapképzési szakra, tanító alapképzési szakra, de most az osztatlan tanári szakunkat is, hogy levelező tagozaton is beindítottunk, itt is szép emelkedést tapasztalhattunk. A 2017-es, 2018-as tanévben új szakokat is indított a Nyíregyházi Egyetem, amelyek tovább erősítik az intézmény régióban betöltött szerepét. Ilyen az óvodapedagógus alapképzés, vagy a közösségszervezés. Az oktatási rektorhelyettes szerint ezek a szakok népszerűek voltak, a jelentkezések felülmúlták az előzetes várakozást. Azok a szakok, amelyeket most indítottunk, még a vártnál felül is produkálták a jelentkező létszámokat. Az óvodapedagógus alapképzési szakra 180 fölötti a beiskolázási számunk. Azt gondolom, hogy ez egy lélektani határt is átlépett, nagyon jó. Nagyon szép jelentkezésünk van a közösségszervezés alapszakra. És amit most új néven indítottunk újra, és védjegye is a Nyíregyházi Egyetemnek, a hivatásos repülőgép vezetői szak, népszerű nevén a pilóta képzés, megvan az a 17 fő, amivel stabilan indítható a képzés. A diplomások számára kínált szakirányú képzésekre az intézmény még péntekig fogadja a jelentkezéseket. Az ünnepélyes tanévnyitót szeptember 2-án tartják, hétfőn pedig megkezdődik az új tanév a nyíregyházi egyetemistáknak. Légi úton deríti fel a parlagfüves területeket a megyei kormányhivatal. Két nap alatt az egész megyét ellenőrzik a szakemberek, és jegyzőkönyvezik a fertőzött földeket. Ahol allergén növény találnak, ott akár 5 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. A levegőből ellenőrzik a földeket a megyei kormányhivatal szakemberei. Parlagfűvel fertőzött területeket keresnek. A nyári betakarítás után a tarlókon az allergén növény nagymértékű, gyors fejlődése észlelhető. De a táblaszéleken, az önkormányzati utakon és az átkertekben is nő még a parlagfű. A gyomírtás minden esetben a gazda feladata, azonban a kaszálás gyakran elmarad. A légi felderítés az elmúlt évek tapasztalata alapján a leghatékonyabb módszer a parlagfűvel fertőzött területek felderítésére, ezért kerül sor a mai, illetve a holnapi napon egy légi felderítésre. Ez azért nagyon fontos, mert mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a parlagfű pollenje az igen erős allergizáló hatású, és annak érdekében, hogy a törvényben, jogszabályokban lefektetett kötelezettségeiknek a földtulajdonosok eleget tegyenek, illetve ez ellenőrzésre kerüljön, és adott esetben akár szankcióra is sor kerülhessen. Ezen a térképen a légijármű repülési útvonala látható. A két nap alatt a megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek. A kollégák természetesen már repülés közben az adatokat jegyzik, és ez alapján vissza tudjuk ellenőrizni, illetve meg tudjuk állapítani azoknak a földrészleteknek a helyrajzi számát, a földhivatali adatok alapján, az ingatlan nyilvántartási adatok alapján pedig a tulajdonos vagy a használó kilétét, ahol fertőzöttséget tapasztalunk. A gazda, ha észleli az ellenőrzést végző helikoptert, már hiába kezd a parlagfű kaszálásába. Amennyiben addig elmulasztotta a gyomírtást, a hatóságnak el kell indítania az eljárást, és a fertőzött terület nagyságától függően 15 ezertől 5 millió forintig terjedő bírságot kell kiszabnia. Semmilyen társadalmi csoportot nem lehet úgy megsérteni, mint ahogy a Jobbik elnöke megsértette a nyugdíjasokat, közölte Tilki Attila országgyűlési képviselő. A Fidesz megyei elnöke sajtótájékoztatón szólította fel a jobbikos képviselőket és polgármestereket, hogy kérjenek bocsánatot a nyugdíjasoktól. Csak a választókerületében 21 ezer idős ember él, akiket Vona Gábor megbántotta véleményével, hangzott el Vásárosnaményban.
Vásárosnaményban a Jobbik megyei elnökétől várjuk a bocsánatkérést, hiszen ebben a városnak a képviselőtestületében dolgozik. Megyei közgyűlés tagja is egyébként, ugyanúgy, mint a város fideszes polgármestere, sem a helyi képviselőtestület előtt nem kért még bocsánatot a pártelnöke Vona Gábor nyugdíjasokat ócsárló kijelentéséért, sem a megyei közgyűlésben nem történt meg a bocsánatkérés. A Fidesz megyei elnökeként úgy gondolom, hogy ez a minimum, amit egy helyi közéleti szereplő megtehet. Újabb demonstrációt tartottak Szakolyban, legutóbb augusztus elején a megemelt kommunális adó, a távoli orvosi ügyelet és a jövő évtől bevezetett földadó ellen szólaltak fel a helyiek. Jelenleg egy reorganizációs program segítségével próbálja a település a 346 millió forintnyi tartozását kiegyenlíteni. A lakosok azt szeretnék, ha a polgármester távozna pozíciójából, közölte a helyi Fidesz szervezet elnöke. Megígértük legutóbb, hogy újrázunk, ha szükséges. Az előző demonstrációnk nem hozta meg a kívánt hatást, tehát a képviselőtestület semmilyen ráutaló magatartást nem tett arra, hogy feloszlassa önmagát, sőt, cinikusan a polgármester azt jegyezte meg, hogy nem is érti, hogy miért kéne lemondania. Mi értjük, és ezért újrázunk, ezért ahogy ígértük, nem hagyjuk abba mindaddig, amíg a célját a dolog el nem éri, és egy tiszta lappal nem indul a Szakoly önkormányzata egy új képviselőtestülettel, új vezetéssel. Egy gyerek sérült meg abban a balesetben, amely hétfő este történt Nyíregyházán a Pazonyi úton. Egy gépkocsi megállt a zebra előtt, hogy átengedjen egy kerékpárt toló gyermeket, amikor egy másik autó hátulról belecsúszott. Az előálló kocsi így elütötte a gyereket, akit a mentők kórházba szállítottak. Első alkalommal tartottak találkozót a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helytörténészek. A részletekről hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. A serdülőknél a DVTK, a kadetteknél és a junioroknál pedig a házigazda nyíregyházi kosársuli csapata nyerte a nemzetközi lány utánpótlás tornát. 4 nap alatt 3 helyszínen összesen 42 meccset játszott a 17 résztvevő együttes. 3 fordulót követően már csak 2 csapat 100%-os a labdarúgó megyei első osztályban. Az éllovas Nyírgyulaj 2-1-re győzött Dombrádon, a második Sénő pedig 1-0-ra verte a Nagyhalászt. A 4. forduló rangadóján a Balkány a Sénőt fogadja. A települések önidentitásán túl a helyi turisztikában is fontos szerepük van a helytörténeti kutatásoknak, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helytörténészek első találkozóján. A rendezvényre Hajdú-Bihar megyéből és Kárpátaljáról is érkeztek szakemberek. Az Országos Honismereti Egyesület elnöke a rendezvényen kiemelte, a helytörténészek nagyban segíthetik a települések idegenforgalmi munkáját. Tapasztalatcsere és kutatási eredmények bemutatása. Többek között ezekkel a célokkal szervezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helytörténészek első találkozóját Nyíregyházán. A megyei honismereti egyesület szoros együttműködésben áll a helyi könyvtárral, múzeummal és a levéltárral is. Utóbbi intézmény sokban segíti munkájukat. Elsősorban azzal, hogy a források itt vannak a levéltárban, azokat rendelkezésre bocsátják, szakmai tanácsokat adnak, feldolgozás módszertanához segítséget nyújtanak, elkészült munkát véleményezik. Igazából mondjuk a szakmaiságnak ez az alapja, de még abban is, hogy a Honismereti Egyesület konkrét munkájába is besegítenek előadások tartásával, konzultációk megszervezésével. Korábban is volt már helytörténész találkozó Nyíregyházán, a mostani annyiban volt kibővített, hogy Hajdú-Bihar megyéből és Kárpátaljáról is érkeztek vendégek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárba. A tradíció és a hagyományok ápolása mindenki számára fontos, főleg abban az egységes, globalizálódó világban, amelyben jelenleg élünk, emelte ki köszöntőjében az Országos Honismereti Szövetség elnöke. Debreceni Dropán Béla hozzátette, ilyenkor főleg felértékelődnek a helyi értékek, nem csak a történészek a lakosság körében is. A helytörténészek nem maguknak kutatnak, egy közösség számára teszik ezt. Ezek tulajdonképpen hasznosulhatnak aztán akár a belföldi turisztikában, illetve a különböző helységek, falvak, városok önidentitásának megfogalmazása, mert ez ugye nagyon fontos,
leginkább a turisztika miatt szoktunk erről beszélni, de amikor vannak jó döntések arról, hogy mit lehetne egy városban, egy faluban csinálni, akkor azt tartalommal meg kell tölteni, és akkor mindig ott van a muníció a helytörténészek által kutatott, felmutatott múlt helyi értékek, amihez lehet nyúlni. Ezek a kutatások egy falunap vagy akár egy fesztivál szempontjából is fontosak a településeknek, tette hozzá az elnök. A találkozók további célja, hogy megpróbáljanak nyitni a fiatalok felé, illetve a társadalom széles rétegét is megszólítsák a helytörténeti értékek kapcsán. A serdülőknél a DVTK, a kadetteknél és a junioroknál pedig a házigazda nyíregyházi kosársuli csapata nyerte a nemzetközi lány utánpótlás tornát. 4 nap alatt 3 helyszínen összesen 42 meccset játszott a 17 résztvevős együttes. A nyíregyházi kosársuli évek óta rendez felkészülési tornákat, de a mostani volt a legnagyobb az egyesület történetében. 3 helyszínen, a Szent Imre, a Bánki és az Ötvös tornacsarnokában 3 korosztályban 17 együttes lépett pályára csütörtöktől vasárnapig. A junioroknál az amatőr NB1-re készülő fiatalok a papírformának megfelelően szerezték meg a győzelmet a Szolnoki Sportcentrum és a Győri Széchenyi Kosár Akadémia előtt. Abban reménykedtünk, hogy a junior sorunk azért az megoldja ezt a akadályt és megnyeri a tornát, amellett, hogy azért olyan csapatok voltak benne, mint a Győri Akadémia, vagy ugye ehhez hozzátehetnénk a Nagyvárosot, aki, mint kiderült, azért a végén nem képviselte azt a játékerőt, mint amit az előző években. De én úgy gondolom, hogy a Beac csapata, aki ugye a B-döntőt megnyerte annak idején, vagy esetleg a Szolnok, akivel mindig nagyon jó mérkőzéseket játszunk. Tehát ezek olyan mérkőzések voltak, amik maximálisan szolgálták a felkészülést, a junior sorunk az várakozásnak megfelelően megnyerte ezt a tornát. A kadetteknél szintén a házigazda végzett az élen, a Debreceni Kosár Akadémia és a DVTK előtt. A serdülők 2 miskolci csapat mögött a 3. helyen végeztek. A kadett csapatunk ugye az egy meglepetés győzelmet aratott. Ugye ott az a lényeg az volt, hogy azokat a csapatokat, akikkel a későbbiekben azért olyan mérkőzéseket kell játszaniuk, hogy esetleg a 16 közi jutásért kell megnyerni a mérkőzés, azokat a mérkőzéseket nyerték, egyedül a Szexál csapatától kaptak ki, de ugye az előző évben azért ebben a serdülő bajnokságban igencsak előkelő helyen végeztek. A serdülő csapatunk ugye az egy érdekes korosztály volt, hogy az előző évi tini csapatot és a gyerek csapatot kellett összegyúrnunk egy egész, és olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amit eddig még életükben nem gyakoroltak, tehát úgy az elzárásokat, mint a csapdákat, minden más egyebet. Ők a 3. helyen zártak, a 2 miskolci csapat végzett ellenünk. Előttünk, de én úgy gondolom, hogy ők is kellőképpen helytálltak, és ugye ami az egésznek én úgy gondolom a fő előnye volt, hogy itt a 3 terem közt a csapatok jöttek, mentek, szurkoltak egymásnak, mindenki azt a mérkőzést tudta megnézni, ami éppen érdekelte, ahol éppen olyan színvonalasabb volt, ugye oda mentek át azok a junior csapatok, vagy kadett csapatok is, vagy akár a serdülő is, ami éppen érdekelte, és ugye mivel, hogy voltak olyan csapatok, akik több korosztályba hoztak gyereket, ugye egy nagyon jó hangulatú tornával alakult az egész, az meg egy másik egy jó dolog, hogy mi ugye ebből igencsak eredményesen tudtunk kijönni. A bajnokság legkorábban a kadettek számára kezdődik el, ők szeptemberben már a kiemelt bajnokság selejtezőjében lépnek pályára. A juniorok idén a regionális bajnokságban neveztek, a serdülők pedig októberben kezdik el a pontvadászatot. A felnőtt csapat a bajnoki rajtig még Nagyváradon játszik, és szervezés alatt van 2 kassaiak elleni edzőmeccs is. 3 fordulót követően már csak 2 csapat 100%-os a labdarúgó megyei első osztályban. A Nyírgyulaj 2-1-re győzött Dombrádon, a Sényő 1-0-ra verte a Nagy Halászt, a Balkány viszont 2-2-es döntetlent játszott Baktalórendházán. A 4. forduló rangadóján a Balkány a Sényőt fogadja. 3 csapat várta 6 ponttal a 3. fordulót, amely után közülük már csak 2 rendelkezik 100%-os mérleggel. A Nyírgyulaj Dombrádon győzött 2-1-re, a Sényű a Nagyhalásznál bizonyult jobbnak 1-0-ra, a Balkány viszont 2-2-es döntetlent játszott Baktalórendházán. A Tarpa-Fehérgyarmat és a Tiszavasvári Vásárosnamény mérkőzés egyaránt 3-2-es hazai sikerrel zárult. A Mándok 5-0-ra kiütötte a Máté Szalkát, a Nagyecsed 1-0-ra nyert a Tuzsér ellen, a Kótai-Rakamasz találkozó pedig gól nélkül döntetlennel zárult.
A tabella élén a 9 pontos Nyíl Gyula áll, megelőzve a szintén 9 pontos Sényőt. Őket követi a 7 pontos Balkány és az egyaránt 6 pontos Mándok, illetve Tarpa. A tabellát, amíg pont nélküli, Dombrád és Tuzsér zárja. A negyedik forduló párosítása a következő: Mándok, Nagyecsed, Máté Szalka, Kótaj, Nyíl Gyula, Tarpa, Vásárosnamin, Baktolórendháza, Rakamasz, Dombrád, Fehérgyarmat, Tiszavasvári, Balkány, Sényő és Nagyhalász, Tuzsér. Bronzérmet szerzett Szikszai Róbert Tájpejben a 29. nyári univerziádén. A nyíregyházi diszkoszvető 60 méter, 91 cm-es dobással szerezte meg a bronzérmet az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Kerekes László tanítványa mindössze 33 cm-rel maradt el a győztes amerikai jágerstől. Ötszettes mérkőzésen rövidítéssel záruló döntő játszma után kapott ki Fucsovics Márton a US Open első fordulójában. A nyíregyházi teniszező a francia Mahut ellen lépett pályára, és ellenfele 6-3, 2-6, 6-4, 2-6, 7-6-ra megnyerte a találkozót. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 50 új, úgynevezett biztos kezdet gyerekházat létesít a kormány a következő években Magyarországon. A projekt célja, hogy a 3 év alatti hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik minél korábban megkapják azokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyek a fejlődésüket segítik. Jelenleg 112 ilyen intézmény működik, az újakkal együtt számuk 162-re nő, hangzott el a gyerekházak országos találkozóján Pusztadoboson. A tavainál ugyan kevesebben jelentkeztek, de többen nyertek felvételt a pótfelvételin a Nyíregyházi Egyetemen. Idén 140-en adták be jelentkezésüket az intézmény által meghirdetett képzésekre, közülük 87-en sikerrel jártak. A pótfelvételi során azok jelentkezhettek, akik az általános eljárásban egyetlen egyetemi vagy főiskolai képzésre sem jutottak be, vagy egyáltalán nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Légiúton deríti fel a parlagfüves területeket a megyei kormányhivatal. 2 nap alatt az egész megyét ellenőrzik a szakemberek, és jegyzőkönyvezik a fertőzött földeket. Ahol allergén növényt találnak, ott akár 5 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 29-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap naphoz száraz időre számíthatunk. Nyugat felől egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik felénk. Az előttünk álló éjszaka derült, csapadékmentes idő várható. Az északkeleti szél mérsékelt marad. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben csak fátyol felhők szűrik a napsütést. Csapadék nem lesz. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban derült, napos időre van kilátás, péntekig tovább erősödik a nappali felmelegedés mértéke. Szombaton már több lesz a felhő, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap és hétfőn pedig egy mediterrán ciklon hatására erősen felhős idő várható kiadós esővel, záporokkal, zivatarokkal.